először is egy hatalmas tapsot szeretnék kérni minden versenyzőnek, minden jelmez fantasztikusot. Hangosabban halljuk, hogy volt értelme dolgozni a jelmezekkel. Köszönjük szépen, és felhívnám akkor a zsűrinket a színpadra. Elsőként Jobbágy Ildikó Okidó, akit a koszpélyes körülben már nagyon jól ismerhettek, nagyon sok tapsot kérek szépen neki, nagyon sok versenyt nyer már, és tényleg az abszolút fantasztikus jelmezeiről híres. Itt van velünk Szó Gabriela Mantis, aki mind craftban, mind performance-okban, előadásokban, tapsot kérek szépen. Kipróbálja magát, és sokszor nyertes előadásokkal távozik a rendezvényekről. És itt van velünk Vörös Zoltán Zakaria, Cool Gear Steampunk, meg tapsot kérek szépen. Megalapítója, és ő vezeti ezt a brandet, a steampunk kreálmányairól, ékszereiről híres, és korábban cosplayezett is. Ők voltak, akik meghozták a döntést. Van kettő, úgymond fődíjunk, a legjobb kosztüm és a legjobb csoport, illetve a zsűri, mindegyik zsűritagunk választott egy-egy kedvencet magának, aki szerintük, illetve nekik a legjobban tetszett ebből a mezőnyből, úgyhogy így összesen 5 díjazottunk lesz. Szeretnénk akkor a legjobb kosztümmel kezdeni. Megvárjuk, hogy megvan-e az acsi, legjobb kosztüm. Megvan, jó, megvan az ajándék. A legjobb kosztüm nyertese Koltai Csaba lett, a viking királyunk. Ha még itt van. Érkezik? Nem látom, hogy érkezik-e. Azt mondják, jön. Jön, igen. Nagy tapsot kérünk szépen a legjobb kosztüm nyertesének. Átadjuk a díjat és az oklevelet. Maradj azért itt velünk fent a színpadon. A legjobb csoportunk következik mindjárt. Egy nagy tapsot kérünk szépen még egyszer a legjobb kosztüm nyertesének. A legjobb csoportunk következik. A legjobb csoportunk pedig nem más, mint a Guardians of Eden Apple. Assassinokat várunk a színpadra, azt mondják, jönnek. Érkeznek az assassinjaink a színpadra. Nagy tapsot kérünk szépen a legjobb csoportnak. Gratulálunk. Átadjuk az ajándékot. Köszönjük szépen. És maradjatok itt velünk a színpadon. És most következik a 3 zsűri kedvencünk, úgyhogy én át is fogom adni a szót majd utána, miután felhívom az adott versenyzőt a színpadra, és a zsűri gyorsan elmondja, hogy miért is őt választotta ebből a mezőnyből. Az első zsűri tagunk, Okidónak a zsűri külön díja, ő mind a boglárkánat ítélte oda ezt a díjat. Mind a boglárkát kérnénk szépen a színpadra. A Witcherből, igen, így van. Meglátjuk, hogy itt van-e még. Jelezzetek nekünk, ha látjátok, hogy azt mondják, hogy nem látjuk. Azért én átadom a mikrofont, és hogy elmondhassa Okidó, hogy miért őt választotta. Igazából én a részletek megszállottja vagyok, és az ő jelmeze tartalmazott nagyon sok rejtett apróságot, nagyon sok szépséget, és ezért gondoltam azt, hogy megérdemli az én külön díjamat, úgyhogy gratulálok neki, és további ilyen szép jelmezeket kívánok. Egy nagy tapsot azért még így látatlanba is adjunk neki. A következő külön díjunk Szó Gabriela Mantis külön díja. Az ő külön díja pedig Marton Klaudiához vándorol. Hallok egy sikítás hátulról, szerintem itt van. Érkezik Marton Klaudia Roxy. Itt van. És én egy nagy tapsot kérek szépen. Nagy tapsot kérünk szépen, és átadom Mantisnak a mikrofont, hogy elmondhassa miért. Mivel az én fő profilom a varázs és a festés, ezért nagyon értékeltem, hogy ilyen gyönyörűen megfestetted az egész, nem csak a ruhát, magát, a kiegészítőket is, és sok szerencsét, és így tovább. Gratulálok! Nagy tapsot kérünk szépen!
Maradjál nyugodtan. És van még egy zsűri különdíjunk, ami Zakari különdíja lesz, és ez pedig nem másé, mint Vince Ginaé. Gina azt érte el, hogy háromfajta kategória van a cosplayben. Van, aki hasonlít a képen lévő karakterre, van, aki olyan, mint a karakter, és van, aki a karakter, mert kilépett a képből. Na, én ezt láttam meg Ginában, és fantasztikus ránézésre, és ott van, és beleköthetetlen a kategória. Csak nincs itt, szóval bukta! Szeretném megköszönni a zsűrinek is a munkáját, szeretnék gratulálni a nyerteseknek még egyszer, és minden versenyzőnek is szeretnék gratulálni, mert gyönyörű jelmezek voltak. Egy utolsó nagy tapsot kérek szépen még, és ezzel zárjuk a mai versenyt. És azt azért elmondom, hogy pénzjutalmat és ajándékot is kaptak a versenyzők, és a zsűri kedvencei pedig egy-egy saját dedikált kis ajándékot is raktak bele a csomagjukba. Úgyhogy szeretnénk megköszönni mindenkinek, és átadjuk a helyet a következő programnak. Sziasztok!